Jó estét kívánok, aktuális című magazinunkat látják. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódóan rangos szakmai díjat kapott a Csaba Gyöngye Kulturális Központ kulturális szervezője. A Bessenyei György díjról és a hétköznapokban végzett munkájáról beszélgetek mai vendégemmel, Paulikné Tóth Krisztinával. Üdvözlöm, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és gratulálok a kitüntetéshez. Nagyon szépen köszönöm, és köszöntöm a kedves nézőket is. Legelőször kérem, árulja el, hogy milyen érzés az, amikor az ember megtudja, hogy egy szakmai elismerésre jelölték, és azt úgy gondolták a szakértők, hogy meg is kapja. Mi volt az első gondolat? Hát számomra ez egy nagyon nagy meglepetés volt, hiszen elárulhatom, hogy nem Békés Csabáról történt az én felterjesztésem, hanem az ország különböző pontjain élő szakmatársak, országos szakmai vezetők fogtak össze azért, hogy a munkám elismeréseként egy ilyen rangos díjhoz juthassak. Ők a Kulturális Központok Országos Szövetségének a munkatársai, és azon túl, hogy én a Csaba Gyöngye Kulturális Központban dolgozom, egy nagyon fontos másik szakmai életem, egy második életem ebben a szakmai szövetségben való ténykedés. Titkárként 7 éve dolgozom, és hát ezek a kollégák voltak, akik úgy érezték, hogy az én napi munkám mellett, hogy ott van az a kis plusz, ami hát ezek szerint nem is annyira kicsi, hogy érdemesnek minősítsenek arra, hogy egy felterjesztést nyújtsanak be az Emberi Erőforrások Minisztériumához. Én nagyon sokáig erről nem is tudtam, illetve, ahogy említettem, nagyon nagy meglepetésként ért a díjkiosztás előtt egy héttel az a hír, hogy a díjazottak között leszek én is. Önnek személy szerint mit jelent? Hát ez egy óriási megtiszteltetés, ez a közművelődési szakembereknek, a közművelődési szakmának az egyik legmagasabb rangú állami elismerése. Én évekig két szintén Bessenyei díjas szakmai vezető szárnya alatt tanultam, dolgoztam, valószínű közismert, hogy a Csaba Gyöngye Kulturális Központ igazgatója Szente Béla úr és igazgatóhelyettes úr Herceg Tamás, mindketten ezzel a magasrangú szakmai elismeréssel bírnak, és hát mindig nagy tisztelettel voltam az elismerés iránt. Meglepetésként ért, és nagyon boldog vagyok. És azt hiszem, hogy nem csak a magam elismerése van e mögött, hanem annak a csapatnak is, akikkel én együtt dolgozom, a Csaba Gyöngye Kulturális Központ munkatársainak is. Nagyon szépen köszönöm azt az együttműködést, azt a csapatmunkát, amivel a saját szakmai előrejutásomat, napi munkámat segítik. Én azt gondolom, hogy a mi szakmánk az valóban nem egy-egy személyes, hanem folyamatos együttműködésre és teammunkára épülő műfaj. Nekik is köszönöm, illetve a Kulturális Központok Országos Szövetségében dolgozó ténykedő munkatársaknak is. És akkor most kérem arra, hogy egy kicsit meséljen arról, hogy mit is jelent a hétköznapokban az, hogy valaki kulturális szervezőként dolgozik. Ahogy említette, ez egy kicsit teammunka, de mégis mik a feladatok? Hát ugye ez egy elég összetett, ahogy a kedves nézők is gondolják. Nagyon sok apró elemből tevődik össze egy-egy rendezvény közösségi eseménynek a megszervezése. Egy picit azzal kezdeném, hogy egy ilyen nagy kulturális központban nagyon széles a paletta. Részben közönségprogramokat kínálunk, ezen belül is a szabadidős szórakoztató programok, nagy fesztiválok, sorolnám, de ugyanúgy jelen vannak a kínálatunkban a kiállítások, táborok, ismeretterjesztő előadások széles kínálata, és a kulisszák mögött pedig sok mással is foglalkozunk, társadalmi események, konferenciák szervezésével, szakmai módszertani fejlesztésekkel, közösséggondozással. Úgyhogy egy rendkívül összetett munkaterületről van szó. Én a Csaba Gyöngyében a klasszikus zenei
területet viszem. Ez elsősorban a zenei közösségeinkhez kapcsolódó programok szervezését, a közösségek napi életének szervezését, segítését jelenti. Itt, hogy néhány példát mondjak, a Békés megyei szimfonikus zenekarral dolgozom együtt, a Békéscsabei Bartók Béla vegyes karral, Kalandrella kamarakórussal, valamennyiükkel azt hiszem, hogy egy nagyon jó személyes szakmai munkakapcsolatot alakítottam ki az elmúlt évek során, ami azt hiszem, hogy az a kölcsönös bizalom és az egymás munkájának ismerete, szeretete, ez jelenti az alapját a napi munkámnak. Emellett a közösséggondozás program szervezés mellett a pályázatok írásával, illetve projektmenedzsmenttel is foglalkozom. A Csaba Gyöngyében eltöltött 14 évem alatt nagyon sok hazai pályázatnak voltam a megírója, program megvalósítója. Büszke vagyok arra is, hogy amikor az uniós pályázatok elérték a közművelődést, és már nem csak különböző infrastrukturális fejlesztésekre, hanem közösséggondozásra, közösségi kulturális programokra is forrásszerzés nyílt meg, akkor az intézményünk két nagy projektjének, első nagy projektjének a megírásában aktív résztvevő voltam, illetve az építő közösségek kettő című pályázatunknak a projektmenedzsere voltam, amiben 72 programelem szerepelt a táboroktól kezdve az ismeretterjesztő előadásokon át különböző képzések szervezéséig. Akkor, amikor ezt a hivatást vagy szakmát választotta, akkor feltételezem nem a projektmenedzseri feladat volt az, ami elindította, de mi volt az, ami ez e felé a hivatás felé irányította? Én megmondom őszintén, hogy még 10 évesként, amikor az ifjúsági házba beléptem, és egy-egy jó programon részt vettem, jót buliztam az esti koncerteken, akkor valahogy úgy a szívemben azt éreztem, hogy milyen jó lenne itt ebbe a közegben dolgozni, és ugye a kultúra iránt, az érték, tudás, hagyomány, hármas egysége iránt azt hiszem, hogy már családi indítatásomnál fogva is érzékeny voltam, édesapám pedagógus, édesanyám is 35 éven át iskolai közegben dolgozott, úgyhogy nagyon sok kulturális programon, színházi előadáson vettem részt gyerekkoromban is. Ehhez jöttek a kamaszkori élmények, és aztán ez a kultúra iránti érzékenység vezetett erre a pályára. Én magam nem vagyok egyetlen egy művészeti ágnak sem a művelője, viszont nagyon nagy szeretője és tisztelője vagyok. És ahogy arra gondoltam, hogy milyen jó lenne ehhez a művészeti, közösségi világhoz egy kicsit közelebb kerülni, akkor ráeszméltem, hogy van egy köztes megoldás, a kultúra közvetítés világa, és hát így ezt a hidat képezve a látogatók, vendégek, csoporttagok és az előadó művészeti világa különböző színpadi és egyéb művészek, előadók között ezt így megteremtve, kialakítva magamnak egy jó útnak gondoltam. És akkor egy kicsit visszatérve a hétköznapi munkához, hogyan lehet úgy szervezni kulturális, szórakoztató programokat, hogy idősebbeknek is, akár óvodásoknak is legyen megfelelő, mármint, hogy mindenki találja meg azt, ami neki megfelelő, érdekes. Például egy ilyen augusztus 20-ai rendezvényen, amely nem is olyan régen volt. Igyekszünk ezeket a generációkon átívelő programokat olyan tartalmakkal megtölteni, hogy mindenki, az egész család megtalálja benne a számára szórakoztató elemet, értékes tudásszerzést, vagy akár csak egy klassz szabadidő eltöltést. Nagyon széles a kapcsolatrendszerünk, és a mindennapokban is a különböző művészeti közösségekkel, egyéni előadókkal,
ugye kapcsolatban vagyunk, ismerjük a munkájukat, ismerjük mind a helyi, mind az országos kínálatot, és én azt hiszem, hogy ehhez kell a szakmaiság, a jó érzék, a jó ízlés, hogy ezeket egy ilyen rendezvényhez szépen össze tudjuk fűzni. Általában azt preferáljuk, hogy minél több helyi előadónak, minél több helyi művésznek, tehetségnek teret adjunk ezeken a rendezvényeken. Ismerős arcokat hozzunk a közönségünknek, a látogatóinknak, legyen az egy ilyen nemzeti ünnep, vagy családi esemény. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a koncepció, ez így eléri az útját és a sikert a látogatóink körében. Mennyire határozhatja meg a munkáját a jövőben az, hogy megkapta ezt az elismerést? Gondolok itt arra, hogy esetleg ad-e valami motivációt, vagy egy kicsit máshogy áll a munkásságához? Hát én azt hiszem, hogy ugyanolyan szeretettel és jó kedvel végzem továbbra is a munkámat, ahogy eddig is. Valóban egy nagyon nagy plusz és nagyon nagy többlet, úgyhogy eddig is dolgoztam a sikerekért, a célok, a közös sikerekért. Azt hiszem, hogy a hétköznapi csodák születésénél voltam én eddig jelen, amikor egy közösségben, vagy egy rendezvényen, vagy a színpadon megszülettek azok a produktumok, jó érzések, amik aztán utána az emberek szívét megmelengette, és hát most velem történt egy olyan hétköznapinak nem mondható csoda, ami aztán azt hiszem, hogy még erőt és újabb célokat ad a jövőben. Ahogy említettem, itt a Csaba Gyöngyében is, de a Kulturális Központok Országos Szövetségének, közösségi életének formálásában is. Ez remélem, hogy még sokáig ad erőt, kitartást. Milyen tervei vannak a közel vagy egy kicsit távolabbi jövőre tekintettel? Vannak-e olyan elképzelések, programelképzelések, amelyeket mindenképpen szeretne megvalósítani? Egyelőre még olyan nagyon új célok, tervek nincsenek. Ami a közeljövőnek egy újdonsága az életemben, az, hogy felkért a Nemzeti Művelődési Intézet, hogy vegyek részt a szakmai továbbképzéseinek lebonyolításába. Oktatóként az ősz folyamán képzésekbe kapcsolódok be. Ez számomra is egy új terep, új kihívás jelent. Igyekszem rá jól felkészülni, és aztán az eddig megszerzett tudásomat, tapasztalatomat az ifjabb generációknak, az éppen most formálódó kulturális szakembereknek, művelődés szervezőknek átadni. Egyébként pedig hát itt a Csaba Gyöngyében most kezdődik az őszi évad. Rám is, ahogy a kollégáimra is nagyon szép feladatok várnak, újraindulnak a közösségeink. Ez mindig új feladatokat, új célokat fogalmaz meg. Most a hétvégén ajánlom a kedves nézők figyelmébe, hogy a Békés megyei szimfonikus zenekar vasárnap 18 órától a főtéren nyárzáró szabadtéri koncertet ad. Ugye ez a hagyományos nyárvégi koncertjük, ami mindig közkedvelt, nagy sikerű, most is népszerű dallamokkal várják majd a nézőket, és hát ugye ez az ő életükben az idei év egy jeles év, a szimfonikus zenekar 60. fennállásának 60. évfordulóját ünnepeljük, úgyhogy ez a koncert a jubileumi évadnak a nyitó eseménye is egyben. Nagyon szépen köszönöm, gratulálok még egyszer az elismeréshez. Nagyon szépen köszönöm. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!